Az iskolai tanévkezdéssel a táncosok is megkezdték új tanévüket. Bemutatóval egybekötött ingyenes nyílt napot szervezett a Pécsi Fordán Tánccentrum. Ezúttal három idősávban várták az új tanítványokat az oktatók az új táncteremben. Panna 6 éve táncol, ő az akrobatikus rock'n'rollt választotta annak idején. Ilyen hobbi szeretnék belőle csinálni, és hogyha nagyon jól megy, akkor ilyen oktató segíd, vagy oktató szeretik lenni. Szonya is rockizik, mint mondja, nagyon jó a társaság, és szívesen jár táncórákra. Igazából addig szeretném csinálni, ameddig lehet, és amit a Panna is mondott, hogy igazából lehet, hogy ilyen oktató szeretnék én is lenni. A nyílt napon az egyik legifjabb táncműfajt, a Fashion Street Dance-t is kipróbálhatták az érdeklődők. Ez hip-hop alakú mozgásformából áll ez a Fashion Street Dance táncműfaj, és mint minden sportág, ez is alkalmazkodott a 21. századi társadalmi igényekhez, és egyre több fiatal választja ezt a sportágat, vagy táncműfajt, és egyre közkedvettebb a fiatalok körében. Sokan érdeklődtek az akrobatikus rock'n'roll iránt is. A táncműfaj rejtelmeibe Pap Viktor vezette be a jelentkezőket. A táncosok először bemutatták a kész akrobatikát, majd lépésről lépésre megmutatták az elemkombinációkat a lelkes közönségnek. Nagyon megleptek bennünket, a színpadi bemutatónál nagyon sokan voltak, aztán utána mindenki följött, érdeklődtek a beiratkozás után, és az volt az érdekes, hogy az első idősávban korosztálytól függetlenül majdnem mindenki ott volt, ugye tele voltak a termeink. Biztos, hogy visszajönnek még, hiszen 5 órakor lesz egy sorsolásunk, mert aki aktívan részt vett az órákon, tehát effektív táncolt, kapott egy sorsjét, és 5 órakor lesz egy sorsolásunk, és elég értékes ajándékkal készültünk. A táncklub 2 versenyt tervez idén a Laubert Eső sportcsarnokban. November közepén lesz egy Fashion Street Dance verseny, és bíznak benne, hogy a tavalyról elhalasztott akrobatikus rock'n'roll magyar bajnokságot is meg tudják rendezni november utolsó szombatján.